Igazán nagy helyzet nélkül hozták le a csapatok az NB2 zárófordulójának győri mérkőzését, ahol a feketében játszó Gyűrétó FC 2-es együttesében ezúttal Alexidze és Babics is helyet kapott. A csapatok jól megszervezték a védekezésüket, ennek is tudható be, hogy veszélyt elsősorban az hozott, ha valaki nem tartotta be az előre megbeszélteket. Strescsik ezúttal kivételesen jobban lőtett kapura, majd nem sokkal ezután Windecker is lecsapott egy kifejelt labdára, de Hegedűs épp oly magabiztosan védte a kaput, mint a túloldalon Nacsa Péter. Az első félidőben nagy volt az iram, az Eto sokat járatta a labdát, de mindkét együttesre igaz volt, nem nagyon tudták meglepni ellenfelüket, így további két távoli lövésen kívül más helyzetet nem tudtuk feljegyezni. A fordulás után sem változott a játékképe. A listavezető, amely eddig mindössze kétszer veszített pontot a szezonban, és torony magasan vezeti az NB2 nyugati csoportját, jobbára csak szűrte a győri támadásokat. Egy-egy váratlan megmozdulás sem tudta meglepni a kapusokat, ráadásul a végén az Etónak szerencséje sem volt. Két olyan szituáció is adódott ugyanis, amikor a kiugró Varga Tamás elől az utolsó pillanatban sikerült a védelemnek tisztáznia, hogy kellett-e volna bármelyik eset után hazadás miatt közvetlen szabadrugást ítélni a játékvezetőnek, arról a szimpátia alapján megoszlanak a vélemények. Egy azonban biztos, a küzdelmes meccs nem hozott gólt, a Gyűrétó FC így pontot csent a bajnoki cím várományosától, és 16 ponttal a 12. helyen zárta az őszt. A mutatott játékkal igen, egy-két meccs van, amivel nem. Az eredményességben van hiányérzetem, hiszen volt több olyan mérkőzés, amit eldönthettünk volna a mi javunkra, és vagy x-eltünk, vagy kikaptunk. De tudtuk azt is, hogy ha ennyire fiatal csapattal játszuk végig a szezont, és kevésszer kapunk vissza olyan játékost, aki el tudja dönteni a mérkőzést, akkor ez benne van a pakliban.